Gratulációval kezdem ezt a beszélgetést Hojcsi Györggyel, a pisztrángos Hojcsi Györggyel, sokan így mondják, ugye, hiszen nem is olyan régen átvehette a halászati késztermék díjat az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásáron, és ezt nem első ízben tehette meg, hiszen ez volt a harmadik ilyen jellegű elismerése már, ugye? Igen, köszönöm a gratulációt, azt szokták mondani, három a magyar igazság. 2011-ben indultunk először, hát elég sokat dolgozgattunk rajta. Most már idén 35 éve, hogy itt a telepen vagyunk, és közben 2000-ben egy kis mini feldolgozót is építettünk, és itt évről évre újabb és újabb termékekkel próbálunk előállni. Úgy gondoltuk, hogy megmérettetjük magunkat a nagy haltermelők és halfeldolgozókkal egyetembe, és hát akkor 2011-ben elhoztuk a füstölt pisztrángunkkal az OMÉK első díjat. Következő évben nem tudtunk indulni, de azt követően a 75. OMÉKon ismét indultunk, akkor egy színes borsos füstölt pisztráng filénkkel hoztunk el egy első díjat. Az innováció, a fejlesztés nem áll meg, a kísérletezgetés nem áll meg, ezeket a termékeinket fejlesztettük tovább, úgyhogy most egy termékcsaláddal álltunk elő, egy halpástétom termékcsaláddal, ami füstölt pisztrángból készül, volt egy natur, egy csilis és egy kapros termékünk, és ezzel hál' Istennek megint egy első díjat nyertünk. És már gondolkodik előre, mert ez a sor ez nem szűnik meg, és ez a hagyomány ez folytatódik majd, úgy legyen a jövőben is, de arról majd később beszélgetünk. Kicsit menjünk vissza a múltba. Én felírtam magamnak néhány dátumot, hiszen nem először találkozunk Hojcsi Györggyel, és a korábbi beszélgetéseinket végighallgatván megmaradt bennem egy mondat, hogy én 82 nyarán hátizsákkal jöttem ide, mármint oda a pisztrángos helyére. Igen, ez így történt. Annak idején egészen más volt egy munkafelvétel. Valamikor, amikor én az egyetemen végeztem 82-ben, akkor a tanulmányi osztályra kiírták, hogy na kérünk egy állattenyésztő agrármérnököt a Csajága Röcsögei szarvasmarha telepre, de mivel én 5 éven keresztül hallal foglalkoztam, illetve egy rövid időszak volt, amikor kecskebéka indukált szaporítása, én nem szerettem volna más telepre menni, csak halazni szerettem volna, de ilyen kiírás nem volt. Viszont én sokat túráztam itt a Bükkbe, az Zemplénbe, és egy hátizsákkal és egy sátorral elindultam ide, és hát állást keresni egy 1976-os halászat folyóiratban megjelent cikk alapján, ami Borsod megye halászatát mutatta be, és hát mindenhova bekopogtattam, Gelej, Tokaj, Bőcs, Helyőkeresztúr, Nemzeti Park, és utolsó nap érkeztünk Lilafüredre oda, és kopogtattam be, és mondta az elődöm, hogy ő egy fél év múlva nyugdíjba megy, próbálkozzam az erdészetnél. És aztán itt ragadtam. És valóságos birodalmat épített ki. Nem kis áldozatok árán, mert a következő dátum, ugye nem akarom én annyira tételesen felsorolni, de 91-től lett vállalkozó. Igen, folyamatosan dolgoztunk, termelgettünk évről évre, egyre többet és többet. Közben fiam születendőbe volt, és abból a fizetésből nagyon-nagyon nehéz volt megélni, és hát szerettünk volna tovább lépni, és kivenni vállalkozásként ezt a kis pisztrángost. Nem nagyon sikerült az elején, viszont megkerestek Ausztriából egy 1956-os erdőmérnök Linz mellett egy egyházi uradalmat vezetett, és ott is volt egy pisztrángos, és látta, hogy mi itt, hogy fejlesztettük ezt a telepet, és próbált oda csalni, és aztán az akkori erdészet igazgatójának ez a fülébe jutott, és akkor behívott, hogy akkor mégiscsak beszéljünk erről a bérbeadásról, és így 91-ben sikerült bérbe venni, ami egy újabb löketet jelentett a termelésbe. Igen, aztán voltak kevésbé pozitív időszakok is, ugye 2006-2010, ez nem szívesen idézi fel ezt az árvizes időszakot, gondolom. Hát igen, ez egy elég nehéz időszak volt. 2006-os árvíz éjjel ért minket, szinte váratlanul azt se tudtuk, honnan jön a víz, és egy éjszaka alatt 24 év munkáját vitt el. Anyaállománynak több, mint a felét, piaci halakat, gátakat szakított minden, tehát ez egy borzasztó időszak volt. De hát úgy gondoltuk, hogy hát a boxolót is kiütik, és talpra áll, és elkezdi az edzést előről, és így volt velünk is, felálltunk, és nekiálltuk, és csináltuk. Ez nem ilyen könnyű volt, persze, mint ahogy most előadja, de most már tudják a víz eredetét, vagy ár útját, hogy ahogy önt idézzem, mert akkor nem voltak ezzel tisztában. De hát azóta nem is volt ilyen időszak, hál' Istennek. Hát 10-ben volt még,
Egy Igen, a árvízünk, második. igen, ez a második, az sajnos kétszer olyan vízhozamú volt ez az árvíz, mint a 2006-os, viszont már egy picikét felkészültünk rá, a patakmeder ki lett mélyítve, új hidakat építettünk, amiket széttört, meg elvitt, azokat magasabbra emeltük, hogy ne legyen akadály. Én azt mondtam, hogy valóságos birodalmat épített ki, és ez a birodalom épül tovább is, és akkor, amikor elkezdte itt a munkát, akkor ugye 1,5 tonna étkezési halat termeltek. Ma meg majd csak 40 tonna, de 36 fölött van, az biztos, ugye? Hát ez nagyon függ attól, hogy milyen a csapadék mennyiség. Ha ősszel van csapadék, télen, hó, tavasszal megint csapadék, és a források adnak vizet, akkor hál' Istennek ilyen 36-45 tonnát. De 2012-ben megépítettünk egy Közép-Európában egyedülálló recirkulációs rendszert. Ez egy ilyen kis saját fejlesztés számolgatásnak az eredményeképpen készült el, és az elmúlt évben már 60 tonnára tudtuk felemelni a termelésünket. Ez borzasztó szám egyébként, jó értelemben mondom, hogy borzasztó. Ez a bizonyos 1,5 tonna, ez akkor a 80-as évek elejére tehető? Ez 82-ben volt, ezzel a mennyiséggel vettem át, ez csak a piaci hal mennyiséget jelentette, és ez a 60 tonna is a piaci hal mennyiséget jelenti. Emellett ott van az ivadék, ott van a törzsállomány, az anyaállomány, még ami pluszba ott. Igen, állandó munkát jelent, gondolom, mert a pisztráng az egyik legigényesebb állat. Igen, hát a víz minőségére, a víz oxigén tartalmára, tisztaságára a legigényesebb. Nem véletlen, hogy az Unióban csak a pisztrángot fogadják el teszthalként. Mire kell elsősorban vigyázni? Ugye itt nálunk, önnél olyan pisztráng van, ami tényleg kuriózum, egyedinek mondhatom, és nem a feldolgozásra gondolok, hanem ugye a szivárva aranypisztráng, jól tudom? Igen, jelenleg 3 fajt tenyésztünk. Az egyik, amire nagyon büszkék vagyunk, ez a sebes pisztráng. Ez az Európában egyetlen őshonos pisztrángfajunk. Itt is egy igen komoly kutatásba kezdtünk 7 éve. Igen, ez a génbanki. Génbanki jelleggel tartjuk, és egy visszakeresztezést csinálunk, mert most már olyan a technika, meg a technológia, hogy vérvonalakat is el lehet különíteni, és van egy úgynevezett dunai vérvonal, amit próbálunk visszakeresztezni, fenntartani, mert tiszta állományban sehol nincsen egész Európában, mert az atlanti vérvonallal összekeverték. Minden anyahalunk mikrocsippel van ellátva, mindegyik DNS-sel vizsgálva. Mellette van szivárványos pisztrángunk, a szivárványos pisztrángnak 3 törzse él itt nálunk a telepen, ebből az aranypisztráng, ami egy különlegesség még, egész Európában 7-8 helyen tenyésztik ezt a változatot. Mi is, nagyon igényes, kényes, ez egy albínó halacska, és emiatt az immunrendszere sokkal gyengébb, tehát nagy odafigyelést igényel, és van egy kis törzsállománya a pataki szajblingnak, ez észak-amerikai eredetű, szintén ugyanazt az életteret foglalja el Észak-Amerikában, mint nálunk a sebes pisztránk, tehát inkább a patakoknak a hala. Az, hogy ilyen kuriózumok vannak és lelhetők fel, ez persze nem csak annak a földrajzi adottságnak köszönhető, amiben ott a pisztrángos leledzik, hanem nyilván egy olyan szaktudásnak, egy olyan folyamatos figyelemnek, hozzáértésnek, ami nélkül nem működhet. Igen, tehát én azt szoktam mondani, hogy az elődöm, akitől átvettük a telepet, ő neki ugyanaz a lehetősége volt termelés tekintetében, mint nekünk. Sajnos szakmailag ő nem volt a legképzettebb ehhez, olyan állományt és annyit tartott, amit biztonsággal tudott nevelni. Itt nagyon oda kell figyelni, egy-egy medencében 3,5-4 tonna hal van, ez a legoxigénigényesebb hal, tehát ahhoz, hogy mi nevelni tudjunk, 10-12 milligram per literes oxigénre van szükség. Mondok egy összehasonlítást, a pontja az 2 milligrammal vidáman el van. Itt, ha 5 milligram alá csökken az oxigéntartalom, egy 1,5-2 óra alatt az egész telep elpusztul. Ilyenkor ősszel, amikor beindul a falevélhullás, és egy kis szél is társul mellé, én nekem éjszaka 3-4-szer kell kijönnöm, mert ha a befolyó eltömődik, és nem kap friss oxigéndús vizet a pisztránk, reggelre bizony csak döglött halat találok. Hát ez egy folyamatos stressz helyzet is tulajdonképpen, nem? Hát most már 35 éve így élünk. Jó, bírja? Hát, ahogy az ember öregszik, már picikét mindig mondom,
mondom, hogy hát fiatal fejlődő szervezetem kívánja a 8 óra alvást, de hát 4-5 óránál több sajnos nem jut. Na most, és ne vegyes értésnek, de nem elég önmagában az önszaktudása ehhez, tehát egyedül azért ezt csak nem tudná megcsinálni. Nyilvánvaló, hogy olyan kollégákkal, olyan munkaerővel kell körülvennie magát, akiben nem 100, hanem 1000%-ig megbízik. Meg hát hozzáértők is nyilván. Természetesen ez így van. Azt lehet mondani, hogy a szakmai stábba mögöttem két régi, én mindig azt mondom, hogy régi rockerlegény van, egy halász szakmunkás, aki idén lesz 20 éve, hogy nálam dolgozik, és van egy másik, egy erdész technikus, aki pedig jövőre lesz 20 éve, hogy nálam dolgozik. Tehát mindig van egy-két új legény, aztán van, aki egy hónap múlva megszökik, mert nem bírja, de ők megbízhatóak, és nagyon jók. És a másik, amit nem szabad elfelejteni, a család. Tehát a feleségem, a gyermekeim, akik maximálisan segítenek ebbe a munkába, bár az egyik most már dolgozik, a másik pedig még egyetemre jár, de itthon van, szó nélkül ugrik és csinál minden munkát. És felesége Ágnes, ugye? Igen. És a két gyerek, az egyik állatorvos, akiről beszél, aki már dolgozik? Igen, ő dolgozik Budapesten, a fővárosi állatkertben, dolgozik ő Márton, és Boglárka lányunk, ő pedig Gödöllőre jár az Agráregyetemre. Hát ilyen... A megfertőződés centis, az érződik igen, egyébként. 50 centis kora óta mondja, hogy én olyan halas szeretnék lenni, mint te, papa. Úgyhogy most bízunk benne, hogy ő lesz, aki majd átveszi a gazdaságot. Hát igen, ez egy egész életforma, az egész életüket ennek kellett alá vetni, vagy ennek szentelni. Nem tudom, melyik helyesebb ilyenkor, melyik megfogalmazás, hogy ezt most ennek szenteltem, vagy alá rendeltem. Melyik a jobb? Hát én nem is tudom. Együtt a kettő? Együtt a kettő, egy ilyen megszállott őrült, mint amilyen én vagyok. Olyan, mintha egy hosszúra sikerült nyaralás lenne ez ott az erdő közepén. Igaz, hogy marha sokat kell dolgozni, de egy csoda. Tehát amikor beindul a szaporítási időszak, és a két kezem által adok egy életnek lehetőséget, és ezeket neveljük. Akármilyen nehéz is a munka, de az egy csodálatos dolog. És az most októberben. Jól tudom, itt októberben? Igen, hát ezek a pisztrángok olyan őrült halak, hogy akkor szerelmeskednek a legjobban, amikor a leghidegebb van. A szivárványos kezdjük októberben, aztán a sebes pisztráng olyan november közepén, az arany pisztráng az januárban, és van még a szivárványosnak egy törzs, ami ilyen február-márciusban, tehát az egész telünket ez kitölti, és bizony nem szabad tétlenkedni. Ha mínusz 20 fok van, akkor is be kell mennem a vízbe, mert ha én 5 napot kések ahhoz képest, hogy nála megtörtént az ovuláció, tehát érett jó ikra van, és én azt nem fejem ki, akkor utána én ezt az ikrát már kidobhatom, már nem termékenyíthetem, egész éves munkám oda van, úgymond, és a következő év termeléséből pedig hiányzik. Hogy vannak az ízületei? Hát, már a hidegvízről jutott eszembe. Köszönöm szépen, ilyen nyáron meg ősszel még csak-csak megvan, aztán amikor bejön a hideg, már nem. Hát mint minden fiatal, én is teljes melbedobással ugrottam a pisztráng tenyésztésbe, megváltjuk a világot, és nem számít, és csak úgy be a hideg vízbe. Aztán egy idő után éreztem, hogy nehéz reggelente kinyújtani a kezeimet, ha legugolok begyújtani a kályhába, nehéz fölállni. Most már óvatosabb vagyok, ha arról van szó, 2-3 nadrágot is fölveszek a halásznadrág alá, meg gumikesztyű alá is fölveszek még egy cérnakesztyűt, és ha van rá lehetőségem, akkor egy évben kétszer azért egy kis termál vízbe kiáztatom az ízületeimet. De azon kívül, hogy egy kicsit világosodott a haja, azon kívül én az arcán nem nagyon látok az utóbbi években változást, tehát azért mindez a munka, amit szívből csinál az ember, és örömét leli benne, és ráadásul még el is ismerik, ez biztos, hogy olyan belső töltést ad az embernek, hogy fiatal tartja, hogy legyen még sokáig ereje ilyenhez. Köszönöm, ez nagyon nagy bóg. Belül az ember nem mindig érzi így. Tehát reggelente, amikor föl kell, akkor néha nehezen járódik az ízület, de tény, hogy mindig találok magamnak valami olyan kihívást, ami arra késztet, hogy igenis pörögni kell, igenis csinálni kell, és nem siránkozni, meg jajongani, és talán ez az, ami az embert mozgékonyan tartja, és muszáj fiatalosabbnak lenni. Meg hát ott van a természetben a munkahelye, azért azt ne felejtsük el. Igen, egy csoda, az első szomszéd 2 kilométerre van, Lilafüred 3,5 kilométerre, de ennek a
természetnek azért vannak kemény oldalai is ott kint, de a kihívásoknak meg kell felelni. Az ön munkája tulajdonképpen ketté bontható, hogyha jól tudom, vagy ha jól emlékszem a korábbi beszélgetésünkre. Az egyik ugye az a pisztrángokkal, a halakkal való foglalkozás, a szakmai munka, a másik pedig a sütődei rész. Én, hát biztos mások is egyetértenek velem, hogyha kimentek a lilafüredi pisztrángosba, ami közkedvelt, népszerű hely, akkor mindig látják, hogy ott feltűnik a vendégek között, és ellenőrzi, és néz, és figyeli, és megpróbál kapcsolatot tartani az odajáró vendégekkel is. De ugyanakkor az őrző, ellenőrző tekintetet is lehet látni. Igen. Tehát ez az egyik munka, a másik pedig az, amiért kapja ugye az elismerést. Ez a kettő, ez milyen harmóniában van egymással? Kiegészítik egymást, sőt, van még egy harmadik is. Igen? Nálunk folyamatosan vannak kutatások, kísérletek, tehát jelenleg is 5 ilyen kutatás folyik a telepen, és hál' Istennek most már egyre többet hívogatnak az egyetemre is, mint meghívott előadót oktatni, amit nagyon szeretek, tehát mindig szerettem volna a tudást a diákoknak átadni. Természetesen a vendéglátás az egy ilyen, belekényszerültünk, hogy úgy mondjam, de szívesen csináljuk. A megnövekedett termelésünket valahogy le kell futtatni. Az iskolában úgy tanultuk, hogy minél feldolgozottabb egy termék, annál nagyobb eredményt lehet elérni. Hát a legfeldolgozottabb akkor, ha ott van a tányéron, és tényleg a vendégeinknek a 90%-a törzsvendég rendszeresen jönnek hozzánk. Szeretek köztük lenni, számunkra nagyon fontos a vendég, és azáltal, hogy beszélgetünk, vagy kikérem a véleményüket, ők is érzik, hogy nekem ők fontosak. Sokszor van olyan, hogy nincs mese, kevés az ember, mert lebetegedett, vagy ez, vagy az van, akkor nekem is be kell állni, és vagy a krumplit sütöm, vagy uborkát készítek elő, vagy ha arról van szó, asztalt szedünk le, tehát ezzel nincsen probléma, nem esik le a karikagyűrű a kezünkről. Hány medence van pillanatnyilag? Jelenleg 18 medence található itt a lilafüredi pisztráng telepen. Máinkán a hegy túloldalán van még egy kis mini halfeldolgozónk, és ott is van egy 1000 négyzetméteres tavacska. 89-ben vásároltuk meg ezt a kis tavacskát. Ezt az első malomregiszter már jelzi, az 1779-es. Ott máinkán egy vízi malmot hajtott, egy napig, vagy két napig töltődött a medence, majd kihúzták belőle a zsilipet, és akkor szaladt, és a vízi kereket hajtott, és tudott törölni a molnár. És mint mondtam, én sokat túráztam, túravezető voltam, és az országos kék túra pont emellett, a tavacska mellett ment el, és nagyon megtetszett nekünk, bár akkor csak 30 centi víz volt benne, és 2 méteres iszap, de láttunk benne fantáziát, és a Fábián bácsitól, aki ennek a tulajdonosa volt, egy ilyen Molnár dinasztia tagja, tőle sikerült megvásárolni, és aztán szépen lassacskán rendbehoztuk, kitakarítottuk, és 2000-ben pedig mellé építettünk egy kis halfeldolgozót, de ott is mondom, még van vízünk, még van tavacskán. De akkor ez egy idegenforgalmi látványosság is ezzel a kis vízimalommal, nem? Ez a malom már nem létezik. Nem létezik? Ez már nem létezik sajnos. Ugye itt az 50-es években államosítottak nagyon sok mindent, ezt a malmot is államosították, és hát rövid időn belül csődbe ment. Azáltal, hogy nem engedték le naponta vagy két naponta, feliszapolódott a tó, és amikor már visszaadták a tulajdonosának, az eredeti tulajdonosának, ő már nem tudott vele mit kezdeni. Így aztán nem őrültek, szépen elkorhattak ezek a vízikerék részei, és aztán sajnos Fábián bácsi 96 évesen az elmúlt évben meg is halt. Most egy család vette meg ezt a házat, hogy ők gondolkodnak-e olyanba, hogy esetleg felújítják, és valami látványosságként elindul az a jövő, de tény, hogy máinkán is megmozdult az élet. Egy új polgármester lett 3 évvel ezelőtt, akivel leültünk, és úgy gondoltuk, hogy egy picikét pesdítsük fel máinkán is az életet. Egy ugye kihalóba lévő falu, főleg bányászatból, erdészeti munkákból éltek, a bányák bezártak, az erdészeti munka is egyre kevesebb.
Viszont van egy nagyon régi és nagyon híres pálinka főzde, ahol Kósné Erika idén elérte az év pálinkája díjat, Fazekas miniszter úrtól vette át, és gondoltuk, hogy a pisztráng meg a pálinka az úgy valahogy úgy stimmel is egymáshoz, és 3 évvel ezelőtt kitaláltuk, hogy legyen Máinkán egy pálinka és pisztráng fesztivál. Idén volt a 3. ilyen fesztivál szeptember 1. hetében. Hát akkor nem tud nyugodni, ugye, Holcsi György, és említette, hogy nem csak ez a 2 feladatom van, hanem 3 feladatból áll az én életem tulajdonképpen, a kutató munka, a kísérletezés, a tudományos munka. Ugye hát utaltunk rá erre a génbanki jelleggel termesztett, vagy a szivárványos, vagy sebes pisztrán. Hogy beszéljünk egy kicsit erről, mert azért ezt úgy könnyű kimondani, de hát ehhez is megfelelő felkészültség kell, naprakész tudás kell, és hát egy megfelelő infrastruktúra is kell hozzá. Igen, tehát itt kénytelenek voltunk pályázni, mert ezt önerőből nem lehetett volna létrehozni. Itt 760 darab anyahalat láttunk el mikrocsippel. Ez a mikrocsip még azt lehet mondani, hogy nem is olyan drága, ez néhány ezer forint. De szóval, hogy bocsásson már meg, hogy közbevágok, hogy ki kell venni az anyahalat, és akkor egy manuálisan nyilván... Így, tehát kivesszük az anyahalakat, ilyenkor elaltatom őket, hogy ne ugráljon, ne törje magát. Ez a mikrocsip, ez ugyanolyan, mint amit a kutyákba, macskákba szoktak ültetni. Ez egy nagyon picike kis centis üvegdarabocska, ami információkkal bír, és ezt én injekciózom be a hátúszója mellé, a bőr alá, az izomzatba. Elég sziszifuszi munka, akkor leolvasni, bevinni, hogy na ez a 628-as Marcsi nevű kislány, akkor veszünk tőle az uszonyából egy kis körömnyi darabot, ezt elvitték vizsgálni. Ez volt az igen költséges, mert egy DNS vizsgálat az több 10 000 forint, és itt 706-ról volt szó, tehát nagyon komoly költsége volt. Ehhez tudtunk egy gopos pályázaton pályázni. Az első DNS vizsgálatokat Ljubljanába végezték, nagyon-nagyon drágán, majd a Gödöllői Szent István Egyetemről mentek ki fiatal doktoranduszok, és tanulták meg a technikát, és úgy már harmadáron tudtuk ezt a vizsgálatokat elvégezni. Az igazi munka az most kezdődött, illetve hát most már 3-4 éve folyik, mert ugye tudjuk, hogy van 24 ilyen dunai génalél, de hát a legjobb halunknak is csak 19 van belőle, meg kell keresni azokat, amelyik nincsen, mondjuk ennek a 19 dunai génaléllel bíróval, és olyan kisfiút kell ehhez a lányhoz keresni, akinek vannak más alléjai, ezeket összekeresztezni, nevelgetni tovább, majd amikor elérik az ivarérettséget, ugyanígy megnézni, vizsgálni, lefejni, szaporítani, és egy pár év múlva egész Közép-Európában itt lesz egy tiszta vérvonalú dunai sebespisztránk. Állomány. Úgy beszélt most, mint egy apuka vagy anyuka fejlődő gyerekéről. Igen, ez sokszor előjön kérdésként is, hogy megeszi-e a halat, és erre szoktam azt mondani, hogy a pisztrángot nem, minden más halat. Valóban? Amit a macskának kidob az ember a snecit, én megverekszem a macskával érte, de tényleg olyanok, mint a gyerekeim. Tehát én nekem az anyahal egy évben 3-4-szer, de van, hogy 5-ször is a kezembe kerül, amikor lefejem, amikor keltetem. Tehát az, hogy egy sebes pisztráng az 42 nap múlva bújik ki az ikre, Az egy borzasztó hosszú idő. Megint mondok egy összehasonlítást. A ponty az 3 nap alatt ki kell. Ezt 42 napig kell babusgatni, dédelgetni. Az első 21 napban nem is nyúlhatunk az ikrához, mert ha csak egy egész picikét meglököm a keltető edényt, elpusztul az ikrában az élet, vagy esetleg osztódó szövetek úgy szakadnak szét, hogy és fejlődnek tovább, hogy kétfejű, kétfarkú utódok vannak, amik életképtelnek. Amikor kikelnek a kis pisztrángok és elúsznak, fél óránként etetjük őket. Ugye az édesanyja a gyermekét 3 óránként szoptatja meg. Ezeket fél óránként meg kell etetni, mert neki megy a testvérének, kiharapja a szemét, leharapja az úszóját, és az már veszteség. Hogyne, ez ragadozó. Így ragadozó. Hát, amíg nem léptünk be az Unióba, és még volt Miskolcon vágóhíd, hát itt mi naponta 250-350 kg húst etettünk fel a pisztrángjainkkal.
Hát ez nem kis mennyiség. Van önnek külországi tapasztalata is, ugye, mert ha jól emlékszem, annak idején, és nem akarok ilyen rossz eseményt visszahozni a beszélgetésbe, de mégiscsak utalnom kell rá, az árvíz után, azután ment ki ön Vietnámba. Jól emlékszem? Igen, 3 évre rámentünk ki. Vietnámba egy vállalkozó, Dan Latba, 1600 méter magasan a tengerszint felett megvett egy területet, illetve nem is megvett, náluk 90 évre veszik bérbe a területeket, és mindenféle hal van Vietnámban, 3600 kilométer tengerpartjuk van, de a rizsföldeken, az édesvizeken, a Mekongban hihetetlen mennyiség, de neki pisztrán kell, ami ott nincs. És ugye a 70-es években, amikor én az egyetemre jártam, nagyon sok vietnámi hallgató volt, nekem 7 vietnámi évfolyam társam volt, és nagyon sokan visszamentek Vietnámba, emlékeik szépek Magyarországról, tudják, hogy itt van szaktudás, és megkeresték a minisztériumot, hogy nekik egy ilyen pisztránk tenyésztő szakemberre lenne szükségük, és a minisztérium az rám mutatott, hogy itt van ő, és akkor tessék őt felkeresni. 2 hét múlva Vietnámból itt volt, a vállalkozó a kis csapatával együtt megnézték a telepünket, még inkább azt mondta, hogy neki ilyen biztos, hogy kell, megnézte a feldolgozónkat, ilyen is kell. Ott vendégül láttuk a kis erdei halsütödébe, teljesen elolvadtak, és mondta, hogy ahogy van ikra, és tudunk szállítani, szállítsunk, küldjek terveket, hogy készítsék a keltetőt, a tavakat, és hát így indult az egész, ami hát eléggé kalandosra sikeredett azért. Mert? Ugyanis érdekes volt, hogy picit féltem tőle, bár azt mondták, hogy olyanok a körülmények, mint nálunk, mert azért Vietnám egy trópusi ország, különösen a dél-vietnámi rész. És úgy is mentünk ki, hogy mondom, inkább egy 5 nappal kimegyek korábban, és majd a sógorom utánam küldi az ikrákat, hogyha bármi probléma van, még tudjak valamit manipulálni. És hát be is jött ez a dolog, mert hát bár azt mondta, hogy nagyon hideg a vize, az a nagyon hideg víz az 24 fokos volt, amikor megnyitottuk a csapot, és az ikrát azt mi jéggel együtt szállítjuk, tehát ilyen 0-1 fokos lehet az ikra, hát ha ilyen vízbe betesszük, rögtön elpusztul. De még mikor hosszan kiengedtük a csőből, mert azt mondta, hogy a csőben melegedett fel, hát akkor is még 18 Celsius fok alá nem tudott lemenni a víz. Mondtam, hogy ebben nem lehet az ikrákat keltetni. Menjünk, vegyünk egy hűtőszekrényt, és én átalakítom a hűtőszekrényt egy keltetővé, de ez a dzsungel közepén volt, és hát ott áram nincsen, de mondta, hogy van egy kis áramfejlesztője, és a forrásból egy ilyen 3 centis csövön jött a víz, és azt mondta, hogy ez majd áramot fog fejleszteni. Mondtam, akkor ilyet veszek én is, ha itt ilyen fejlett technika van, mert nálunk ilyen nincsen. És aztán hát beindítottuk ezt a életveszélyes szigetelésekkel, vízfröcsögésével működő kis dinamószerűt, hát egy izzót becsavartam, nagyon szépen világított, mondtam, hogy ez nagyszerű lesz. Amikor a második izzót becsavartam, akkor már elhalványult, a harmadiknál meg meghalt, tehát nem tudott többet termelni, úgyhogy a végén el kellett vinni a városba le egy olyan helyre, ahol légkondicionált és hűtött víz volt, ahol ki tudtuk keltetni az ikrákat. Megtanította őket tulajdonképpen. Így, bár nagyon érdekes volt, hogy valahogy én azt mondtam, hogy mindent szeretnének, ami a fehér emberé, de nem nagyon akarják elfogadni azért a mi véleményünket. Tehát mondtam nekik, hogy 30-40 dekásra felnevel. Azt mondták, hogy nekik 1 kilós, 1,5 kilós hal kell, mert a vietnámi a nagyot szereti. Mondtam, hát lelke rajta, én elmondtam, egy év múlva hív, hogy baj van, mert nem tudja eladni a halat 1,5 kilósak. Hát mondtam, ugye, hogy kisebbnek kell, hát mondtam, hogy kis marketingkel, vigye ki a piacra, kóstoltasson, hívjon oda éttermeket, séfeket, készítsék, de hát ezt ő mind tudja, hát mondom, akkor miért nem csinálja, ha ezt tudja. Hát ő olvasott olyat, meg hallott olyat, hogy meg lehet színezni a pisztránknak a húsát, és akkor olyan lesz, mint a lazac, és úgy a lazacot viszont már ismerik, és akkor azt úgy el tudja adni, és akkor ő fizeti a repülőjegyemet, minden, csak menjek és színezzem meg a hal húsát, tehát így voltam kint másodszor Vietnámba. De aztán itt vége lett sajnos a pisztránk történetnek, mert azóta nem csinál pisztrángot viszont. Nem jött össze neki. Önnek kell még marketing?
Hát szerintem, ha kimondják, hogy Lila Füred, Pisztrángos, Hojcsi György, ez már önmaga egy marketing, ugye? Hogyha... Hát azt hiszem, hogy elég sok mindent letettünk az asztalra, hogy ez így legyen. 35 év munkája beért most már, mert én mindig azt mondom, hogy azért kell. Tehát jó bornak nem kell cégér, de azért mindig kell, hogy valamivel előálljon az ember egy új dologgal, amire odafigyelnek. Az ember sok dologra ráún. Legyen az étel, ital, bármi. Ha mindig van valami megújulás, akkor ezt a figyelmet fent lehet tartani. És hogy szerzi, vagy hogy szán arra időt, hiszen borzasztó sok órába telik az, hogy így ezeket a halakat gondozza, tenyésze, szaporítsa, és szinte tartsa ezt a fajta működtetést, ami jellemző a Pisztrángosra. Hogy van ideje ilyen kísérleti dolgokra, ugye, amivel most megint nyertek, azon még kiállításon és vásáron. Ez hogy, mikor fér bele a napjába? Hát sokszor persze, hogy este meg éjszaka csinálja az ember, és ugye most látjuk ezt a terméket. Igen, itt van kettő mintapéldány is belül. Az egyik az kapros pisztráng, ugye? A másik pástétom, a másik pedig ez natur, gondolom. Natur és csilléset is készítettünk, de ugye ez nem egyből ilyen lett. Tehát ez kísérletezgetni kellett. Tehát egy picikét szárazabb a húsa, amit adjunk hozzá. Először úgy gondoltuk, hogy mascarpone az egy nagyon kellemes dolog, azzal csináltuk, friss fogyasztása, teljesen tökéletes. Bocsánat, többes számot használ. Feleségére kell gondolni, kollégákra kell gondolni, vagy mindenkire? Ez a feleségemmel történik, tehát az ilyeneknek a kóstolt. Amikor már elkészültünk, akkor természetesen nyilván a kollégákkal is megkóstoltatjuk, meg vendégeket. A kísérleti stádiumban ezt mindig ketten csináljuk. De viszont ez egy olyan hőkezeléssel, ez a sous-vide eljárással csináltuk, hogy ne sérüljenek annyira a fehérjék benne, ugye a pisztráng magas fehérjetartalmú, 20-21%-os nyers fehérjetartalmú van, tehát nem 100 fokon, 120 fokon, hanem egy ilyen 60-70 fokon úgymond pasztörizáltuk, vagy dunsztoltuk, ahogy régen csinálták. Elállósították. A mascarponéval nem lehetett ezt megcsinálni, mert hát bizony kicsapódott a vajnál, megint csak kijött. Tehát ki kellett azokat a dolgokat találni, amikor tényleg egyenletű a kinézete is a terméknek, és hosszú ideig eltartható. És ki az, akivel ön megosztja általában, ki az, aki szavatolja, hogy most jól döntött, vagy nem? Hát ezt mindig a vendégek döntik el. Tehát mielőtt beadtuk a termékünket erre idén az Omék díjra, és a minisztériumba kellett felvinni mintát. Mi ezt már kora tavasszal ezeket készítgettük, és amikor az erdei halsütödénk kinyitott, akkor ilyen kóstolókat vittünk a vendégeinknek, és kikértük a véleményüket is természetesen. Nem csak ilyen, hanem készítettünk petrezselymeset, snidlingeset tavasszal, amikor a patakparton jött a vizitorma, egy nagyon egészséges növény, magas C-vitamin tartalommal, mindennel. Akkor ezt is bele helyeztük, és ilyen ízesítéssel is készültünk. Úgyhogy amire a vendégek azt mondták, hogy na Gyuri, ez nagyon jó, ezzel lehet indulni, akkor gondoltuk, arra koncentráltak. Akkor most induljunk. Van még az időnk, én szeretem hallgatni ön, tehát olyan kalandos élete van, és olyan élményszerűen beszél, tanítja a mindennapi dolgokat, hogy ránéztem az órára, és gyorsan be kell osztani, mert van még egy olyan fejlesztése, amiről mindenképpen szeretném, hogyha szót váltanánk. Ez egy kicsit fizikai értelemben, földrajzi értelemben távolabban, mint a pisztrángos. Ugye? Jól tudom? A lómasai, tehát készül egy, újra terjeszkedik tovább. Igen, tehát a kis erdei halsütödénket azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy kinőtték. Mondjuk csak. És a másik, hogy itt csak húsvéttől általában egy október végéig tudunk vendégeket fogadni, mert ez egy kerthelység, és ahogy bejönnek a fagyok, nem nagyon tudunk már vendéget fogadni. Vízzel fagy, és több egyéb probléma lehet. Viszont igény meg van rá.
És egy picit tovább léptünk, valamikor ott a völgyön egy dolomit bánya működött, annak volt egy irodája, és egy öltözője dolgozóknak, zuhanyozója, és ezt az épületet sikerült megvásárolni, és itt egy mini éttermet szeretnénk fejleszteni. No, ennyit a reklámról, és akkor most visszatérek még a halakhoz, a pisztránkhoz, hogy tulajdonképpen egyet már mondott, hogy mitől olyan unikum, mitől olyan keresett, ugye a magas fehérje tartalom, de valójában miért ennyire keresett? Mi az, ami a védjegye, ami miatt ennyire a figyelem központjában marad évtizedek óta? Hát ugye mi magyarok kevés halat fogyasztunk. Sok mindenre próbálják fogni, én két dologra fogom leginkább. Az egyik az, hogy nagyon sok helyen, legalábbis régen a szocializmusban nem figyeltek oda a tavak állapotára. Feliszapolódtak a tavak, iszapos lett a hal, nem szerette. A legnagyobb mennyiségbe fogyasztott halfaj Magyarországon a ponty. Ez a ponty, ha jó ízű is, sajnos szálkás. Ettől megint csak félnek az emberek. Nálunk a pisztrángok ivóvízminőségű vízbe úszkálnak, jelenleg Európa egyik legjobb takarmányát etetjük, bár a legdrágább is, de íz miatt ezért egy nagyon tiszta ízű lesz. És a Margit forrásból kapják, ugye? A Margit forrásból kapjuk ezt az ivóvízminőségű vizet, mi is ezt isszuk 35 éve, amiben a halak úszkálnak, és a másik, hogy a pisztrángban nincsenek Y-szálkák. Tehát nincs, ami megakad a torkunkon, csak ezek a nagy bordaszálkák vannak, arról meg könnyen fejthető a hús. Azt azért tudni kell, hogy a pisztráng emellett, hogy magas fehérje tartalma van, a létfontosságú aminósav tartalma, az eszenciális aminósav tartalma, az a legközelebb áll a csecsemők aminósav igényéhez. Amikor szegedi orvos professzorok kutatták a szív- és érrendszeri megbetegedések során, hogy minél többet fogyasszanak a betegek, akkor végignézték az egyes halakat, és ott derült ez ki. Arról nem beszélve, hogy az omega-3 és omega-6 zsírsavak, ugye megint csak az infarktus megelőzésére, vagy az érrendszeri megbetegedések megelőzésére, a kecsege után a hazai halfajainkból a pisztrángban van a legtöbb. Hát legyen sok ilyen pisztrángunk. Vannak még ilyen Holcsi Györgyök az országban? Én nem nagyon tudok. Hát pisztrángtenyésztők vannak. De nem véletlenül azt mondtam, hogy Holcsi Györgyök, és nem pisztrángtenyésztők. Köszönöm szépen, ez nagy dicséret. Azt hiszem, hogy a határon túli hírnév is magáénak mondható, és hát ezzel a kitüntetéssel, elismeréssel kezdtük a beszélgetést, bele-bele szőve kutatási eredményeket, meg hogy most már oktat is egyre többször hívják az egyetemre. Hát kívánom, hogy minél szélesebb körben terjeszthesse ezt a fajta gondolkodásmód, és ezt a hozzáállást, mint ami önre jellemző, és az ön családjára jellemző, sokunk örömére. Köszönöm szépen, hogy bejött a stúdióba. Én köszönöm a meghívást. Még egyszer gratulálok az elismeréshez. Holcsi Györgyöt hallották itt a Csillagpont Rádió műsorában.